Lehet, hogy kéne menni két kört, mi? Úgyis le kell rakjak egy izét. Egy utazópontot majd. Úgy gyerekek, én azt csinálom, hogy... Ja, kurva lusta vagyok. De ez szar meg olcsó. Sam, that spot is too close to an existing structure. Na, nem vagy erre, öreg. You need to do so outside the sensor ring. Jó van, na, ennyire azért már legyek már lusta. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Ide kell, hogy építsek valahol még egyet fentre. Méghozzá szerintem oda ki szélére. Mi átlát a túloldalra. És azzal meg is vagyok. Az mindenképpen fel fog ide látni, a másikkal leszek bajba, azzal ott. Ez nem lát el ide. Passzom! Ja, az itt a probléma, semmi más. Most hogy legyen? Szar az egész úgy, hogy van. Ez a hegyretek. Na mindegy, se baj. Majd lesz valahogy. Miért én nem adtam le? Itt
itt mentett előtte, ja itt mentett előtte. Thank you for your good work. New order available. Please act. Ez a rész a szar lesz. Weapons restrictions lifted. Ja, találd majd leesebb, baszod. Nem látja. Structure dismantled.
Na így most már jó lesz, végre. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Integes. All weapons will remain locked. Cargo verified. Thank you. Nem sok minden, de jó lesz. Igen, igen, igen. Újabb szint. Majdnem még egy csillag betelt. Úgy látszik, hogy egyes központoknál, ami ilyen kívüleső, meg ilyen kisebb, azoknál kevesebb ilyen respekkel ahhoz, hogy meglegyenek a csillagok. A nagyobb központoknál viszont nagyon sok. Tell me, do you have any use for this? If so, it's yours. Mit adott? Mi ez a rez? Egy adag kerámia. Persze, hogy tudom használni, csak nem viszem magammal, mert nehéz. Magánszekrénybe elfér. Jó lesz. Well, if you'll excuse me. Adag kerámia. Good work. New order available. Jó, és akkor... Zápor farm, robotika, jó. Visszamegyek a főküldér most már, gyorsabban tudok mozogni. Aztán elindulok tovább. Egy HKK-m maradt, azt majd csinálok ott a főközpontnál. Plusz egy-kettőt. Most már ezek lehet menni ide-oda, na mindegy. Csúcs, végre. És akkor szemrendelései, ez van. 80 kiló. Listen up, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. Bazd meg, nem mondod. Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully, I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives. But in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Ilyen bombát már szállítottam, és kurva érzékeny. Jó, gyártok két ilyen szutykot. Legyen nálam három. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. Figyeljek rá oda, úgyhogy a hegyen keresztül kell vinnem. Nagyon jó pofák vagytok, bazd meg. Nem is értem ezt. Na, kicsit rendezzük át a balhét. Ott van a hátamon a bomba, nagyon fasz. Antianyag bomba. Hála jó Istennek, nem is tudtam mi hiányzik.
Igazából lehet, hogy nagyon nem is kéne erőltetni a több ilyen... Hát... Ja, ez 216 kiló, azt nem viszem el most. Az ott rohadjon meg, ahol van. Ezek pont olyan súly, hogy nem is billenek meg. Weapons restrictions lifted. Azaz! Fogd meg a söröm. Jó, hogyha nem építettem volna ki ezt a hülyeizét, akkor ezen keresztül vinni, eh? Esélytelen. De tudod, mi a vicc? Mit összeszenvedtem, hogy belőjem ezt a hálót, és akkor most meg a középső már nem is kell. Én ezen röhögtem. Most se kell. Ja nem, ez a középső nem fog kelleni. Úgyhogy... Van plusz egy a rendszerbe, majd kiszedem. És akkor innentől kell néznem, hogy ide kell átjöjjek. Ez annyira nem is lesz bonyolult, jövök keresztül egyen, mint a veszett. Lerakok ide egy tornyot, valahova a magaslatra, meg ide lentre, azt kész. És ezt így könnyen elmondtam, azt meglátjuk, hogy hogy fog ez gyakorlatban működni. Mert valószínűleg nem így. Mindig, amikor a főküldit szállítom. Jelzett is ez a szar. Jó, van semmi baja. Nem lesz azért ez olyan kellemes szállítani való, rohadjon meg. Várjál, itt valami nem oké. Rohadtul nem arra megyek, amerre kéne menni, nem? Ó! Így látom még a terepviszonyokat is egy kicsit, ha bedöntöm. Szóval lent van a szakadékba, és át kell mennem a hegyen. Ez teljesen okés. Általános küldetés. Nincs ezzel semmi baj. Bombával a hátamon. No. Oda, hogy kéne feljussak. Aha, majd ott. Itt legalább szélcsend van. Itt meg PV-k lesznek majd a romok környékén. Mint úgy általában. Na nézzük csak, hogy hogy vagyunk, hogy állunk. Passza, az pont jó helyen lesz, mert nagyon messzire el tudok vele menni. Majd valahova ide fogom lerakni a tornyot, és ez pont fedi a 300-at szerintem. Csak hogy visszafele egyszerűbb legyen a meló.
általában. Itt volt egy kristály. Jól van, egy. Na. Az biztos, hogy mérek egyet, mert csalóka ez nagyon. Persze fújt ki magad, ráérünk. Nem sietek sehol. ...287. Tényleg csalóka. Jó. Az a baj, így viszont többet kell építsek megint. Jazzhetem. Jó, még jók vagyunk. Csak a tartály ment szét a hóesés miatt. Úgyhogy egyetesek. Kicsit odakoccintom a betonhoz. Ó, bassz meg, de utálok ilyen helyeken menni. Na, nézzük. Messze vagyunk még. Ja. Muszáj ide is leraknom majd egy ilyen szar keretet. Ilyen tappancsot. Aztán a következőt már talán le tudom rakni lentre. Vagy nem? De. Csak innen meg le kell másszak utána. Nagyon jó lesz. Megint elfáradtunk, fasza. Most jön az a része. Na már, bazd meg, hát nem hiszem el. Most jön az a része, hogy nincs nám kötélse. Bazd meg! De hogy a fasz bent eddig volt? Nagyszerű. Megnézem, hogy erre mi van. Hát, ha innen többet látok. Szar. Keep on keeping on. Biztos. Na, ezzel le tudok kocogni. Bombával így kell, máshogy nem lehet. De hogy ezt nem fogom összekötni, az már biztos. Hol az a szar, amit leraktam, azt se látom.
Jó, ott van kint. Mondjuk nem is tudom addig összekötni, úgysem, addig izé van. Addig nem kötöm be a hálózatba ezeket a jó embereket. És egyelőre szerintem csak lemászok így, az cső. Oda kell menjek valahova. Ennél meredekebb utat nem is találtam volna, teljesen jó. A zene már jön, csak lesz-e újra töltés, vagy nem? A gyereknek tetszik az út. Aj, meg te hülye. Nem lesz gond. Fogom a gyeplőt. Örülni fogok, hogyha végre kikászállodok ebből a havas. Ott van a cucc. Jó. Egyébként nem a játékmechanizmus olyan, hogy itt le tudok menni, hanem ez a járóváz, ami rajtam van, az így szegecses direkt erre a területre. Amúgy esélytelen lenne itt lejönni. Mondjuk ez így necces lesz, még így is. Jó, fasza. Kockáztatós vagyok. Végre leértem, bassz. El se hiszem. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Lerakom a keretet, aztán így elporhad. Nézzük. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Milyen ásatás az, ahol bombát kell használni? Not that I need to tell you. You did it after all. Though I can't for the life of me imagine how. Nulla százalékos sérülés, azért az már valami. Háromszázhúsz, majdnem három csillag lesz lehet. Három, kettő és fél. Jó. You can set up the chiral network while I work. Majd nehezen csak összejött. Oxigén maszk, hello, hát ez... Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something
very valuable, but dropped it en route. It's a 200 million year old ammonite, which looks, it says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, no, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does the dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the Big Five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close, so very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Ebből sok minden kiderülne, hogy miért vannak ezek a PV-k, meg ez az egész Death Stranding. Szedd már össze magad, ember? Mi van? Aludjál be meg. Pihenőt kéne találni, csak az a baj, hogy itt nincs pihenő. Mindegy, az van. Na lássuk, azt mondja, hogy itt van ez, és... Csak ekkora területen kell megtalálni, bazd meg, hát ne vicceljünk már. An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. Nagyszerű. Meríti az aksit. Bazd meg. Gyártsunk egyet, aztán hadd szóljon. Ja, akkor kettő is van. Nagyon jó. Átnézem, hogy hogy állnak a dolgaim. Ó, azt mindenképp megépítem, mert nem sokára szét fog esni, aztán akkor már nem tudom használni. Vértasak, az széthullik, az már biztos. Ja, szerszámtáskában vannak ezek, azért nem esnek szét. Hoppá, kesztyűm elszállt. A járóvázom is, mindjárt. Meg a bakancs is. Jó, gyártsunk újat. Mert aztán terepen rábaszok. Sőt, azt mondja, hogy ezt is betolom nekik.
Mert ez is. Ez is, ez is, ez is, és akkor jártunk mindenből újat. Azt mondja, hogy felszerelésgyártás kell nekem. Bridge bakancsból egy darab. Kell egy marha erős járóváz. Kell egy kesztyű. Lehet, hogy a termobetétet kellene felrakni, hogy ne kopjon annyira. Megnézzük. Azért nem olcsó az a mulatság. Na, csizma. Vegyük fel. Ezt is vegyük fel. Ezt is vegyük fel, aztán. Itt a páncél úgy se kell, mi a kosznak. Thank you for your contribution. Ezt már korábban meg kellett volna csinálnom szerint... Jaj. Szerintem. Mehetünk. Kérdés csak az... De lerakom azt a HKK-t, mert az úgyis mindjárt megmurdál. Ó, várjál már! Ez így jó is. Ott a végpont. Nagyon állat. Helyes. És akkor oda kell lemennem a küldik miatt. Menjünk. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Construction complete. Ide kéne lemenni. Ja, mert a hülye gyerek meg nem tudta, hogy melyik ládában van a lelet, azt mindegyiket össze kell szedni. Akkor szedjük össze mindent. Remélem lesz vagy 400 kiló. Áj, 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 kell a maszk. Maszk nélkül halál van. Azért a szemüveget is csapjuk fel, meg a sapkát is. Oxigén maszk. De jól néz. Jó, innen nem sprintelek, mert ugye viszi az aksit, mint a dög. Arra nem mutsz, hogy leesse a baszod. Majd így. Van mindegyik. Jól láttam, mindent összeszedtem. Wow, Chester, halihó, szia, köszönöm szépen a raidet, haver, köszi, köszi. Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy hol másszak fel. Itt nem, az biztos. Faldorin, szia, üdvözöllek, halihó. Ó, oh, Chester, kösz szépen a hozzájárulást. Lesz itt 12 órás rét szerintem a jövő héten.
Vagy nem rét, hanem stream, bocsánat. Nagyon úgy fest. Köszi srácok hozzájárulásokat. Itt nem fogok tudni felmenni, arra rájöttem. Úgyhogy arra körbe kell menjek szerintem. Sőt, biztos túl meredeg ez a fal. Na mindegy, annyi baj legyen, itt átcsapatok. Ezt majd innen visszamegyek. Az aksit jó, mert itt tényleg ez az oxigén maszk. Ott már vissza tudok menni talán. Remélhetőleg. Ja, itt már jó. Na, kicsit fejem meg, azt leveszem ezt a maszkot. Mondjuk úgy most. Zsír. Így már nem lesz akkora probléma. Lehet, hogy töltőt kéne leraknom majd ide kintre. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Nagyszerű. Persze, hogy megtaláltam. Miért ne találtam volna meg? Oh my. It really is immaculately preserved. Uncannily even. Lacikának köszönöm szépen a hozzájárulást. Klaukám, neked minden nehéz. Élvezd a játékot, ne foglalkozz a nehézségi szinten. Játszod a legkönnyebb szinten, figyelj, te nem... Neked nem kell ilyen kihívás, mint én, amit csinálok, hogy full brutálba, hanem inkább élvezd a játékot. Full easy-be, az cső. Én azt javaslom. Egy vagy több ott teljesítette a küldetést, elméletileg. Elég jó kiszállítási arányal dolgozott az a robot, úgy látom. Nem törte össze, csak a 29%-át a motyónak. Az egész jó. Be is húzott 356 csillagot, az jó. A kategóriás kiszállítást csinált a robot, az viszont nagyon ritka. Rekord is lett belőle. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Evo-Devo biologus. She's taken an interest in the tar. I think she'd be eager to examine. Kíváncsi leszek, ő hol van. Folytatjuk tovább. Quite remarkable. And that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Super, hát akkor visszük tovább ezt a főküldit. Szia Kifli, meg is köszi szépen neked is hozzájárulást. Meg lesz a szamas rácok, úgy érzem.
Következőre mondták, hogy írjak majd ki 24 órásat, de azt nem biztos, hogy bemerném vállalni, mert a végén ráborulok az asztalra. Nem vagyok már én se 20 éves. Azt mondja, hogy elvileg kiküldök új robotot. Hát... Mindegy, várjunk csak. Mindegy, hova küldöm ki. Küldjük. Nem úszom meg, mi? Hát most figyelj, hogyha összejön jövő hétre, akkor majd igazság szerint nem tudom, hogy mire írom ki. Ja tényleg srácok, itt vagytok ti is, akkor most elmondanám, hogy ugye mert a 30-án kezdem ezt a Evil Genius 2-t, négy darab gonosz hős van benne, akit lehet választani. Négyből egy, mindegyiknek más kampány. Azt majd azt veletek szeretném megszavaztatni, ezt ugye már elmondtam korábban is, csak nem mindenki volt itt közületek. Azért hangzik el többször. Úgyhogy azt majd a stream kezdetekkor kidobok egy ilyen szavazást, mondjuk mit tudom én, negyed órára, addig csak átnézegetjük a játékot. És a negyed óra elteltével a szavazás végeredménye alapján fogom kiválasztani azt a klaszt, vagy klaszt, hát igazság szerint gonosz hőst, akivel megcsináljuk a kampány végigjátszást. Azt mondja, hogy... Na várjatok, onnan megint leleteket kell gyűjteni. Címzett Evo Devo biológus. Nice. Azt fogjuk csinálni. Milyen ez a terep? Felveszem először a questet, viszek magammal szerintem ugyanúgy csúszdát. Úgyhogy kell egy... 2 darab HKK legalább. Meg én szerintem viszek mászó végpontot is, mert... Nem tudom, hogy mi várott rám. Ezeket átrakom a hátamra. Ezeket is, és akkor csinálunk egy szállítmány optimalizálást. Az egyensúly javítás miatt, és mehetünk is. Jó lesz az alvó... Ja, egyébként hallod, ez tök durva, alvó stream, és azt is van, aki nézi. Elvetemült így emberek vannak amúgy. Úgy gondolkoztam már rajta a legutóbb, hogy mondom. Kirakom a kamerát, beállítom neki a tölgyfát, és akkor azt fogom streamelni egy napon át, hogy hányan fogják nézni. Biztos lenne arra is valami ember. Lehet a 2 HKK kevés is. Így, hogy jobban látom ezt a terepet. Most tudom. Kéne egyet dobbantani ide a hegyre. Ez talán fedi a 300 métert. Kevés lesz a 2. Mindegy, elindulok, azt majd lesz valahogy. Kell töltőt csinálják. A tölgyfa streamer, ugye? Lehet, hogy nevet kéne változtassak. Csinálj gyors egy chargert ide kintre. Vigyek még egy HKK-t. Visszatököm. Így az jó lesz. Tényleg milyen magánmegrendelései vannak a fickónak? Geológushoz van meg oda. Jó, hát ezt adjuk. Ide csinálok egy generátort. AK-1-es. Híd őrtorony generátor. És akkor itt töltünk egyet ezen a alvázon. And
Destruction complete. Csúcs. Na nézzük. Keresztül a völgyön, keresztül a hegyeken. Látod, látod? Azért mondtam. Meg azt, azért mondtam neked, hogy neked nem kötelező a legnehezebb szinteken játszani. Minek? Már azért játszok egy ideje, és látod, így is én is szenvedek néha játékokkal. Ah, van egy pár kristályatokat, útközben összekapom, mert úgyis kell belőle. Ránézek a mapra, jó irányba jövök. Várjatok csak. Majd ennek a csúcsára rakok szerintem egy tornyot. Ha sikerül összekötnöm, még hozzá ide. Úgy vagyok, tudod, hogy amit kontrollerrel kezdek el játszani, azt kontrollerrel is játszom, mert persze megtehetném, mert instant átváltana, de mivel a lövés nekem nem megy kontrollerrel, így gyakorlom. Ugye általában az RPG játékokat szoktam játszani, de jó, ezeket amiket felraktam ugye, hogy a staminámat jobban tudjam tartani itt a hegyekbe, ezek ilyen hősugárzók, és tényleg ott látszik, hogy megy a hő. Melegen tartanak. Nagyon, nagyon durva az játék. Kifli mágus, köszönöm szépen, haver, kösz szépen meg azt is, hogy itt voltál. Majd akkor találkozunk, jó pihit, meg további szép estét. Vigyázz magadra, szia, szia! Ez igazán jól esett egyébként, az tényleg egy nagyon korrekt dolog volt, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy közben nézem, hogy van-e összeköttetésem. Van, van, hogyha 78 métert visszagyalogolok. Hát ezt beszámoltam megint. Most mi legyen? Jó, srácok, visszamegyek 78 métert. Csak már, hogyha vissza kell jönnöm, akkor nem szeretnék ugyanennyi gyalogolni, úgyhogy inkább... Inkább ezt megoldom így. 50 métert még vissza kéne másszak. Az a baj, hogy ott meg úgy pont átfedés nincs. Jó, megépítek egyet ide lentre. Meg egyet ide a hegytetőre, és akkor az lesz az átfedés. A harmadikat, amivel összekötöm, azt mondja, megépítem a másik bázis mellé, ott tudok csinálni újat, úgyhogy nem is lesz olyan nagy probléma ezzel. Minden csak tervezés kérdése. 17 métert kell még lefele haladjak. Általában csak szemre mérem ezeket, és hát igen. Akadály van, úgyhogy ez így megvan a megfelelő távolság, csak ugye a hely nem jó. Megnézem itt. Hát csak a kérdés az, hogy innen hogyan sugárzok tovább, majd mindjárt megnézem. Innen már jók lennénk, de
But az a baj. Nagyon nagy szopás ez az építkezéses rész. Nem találok olyan csúcsot. Itt meg már szerintem kijövök a meghatározott. Ja, 10 méterre. Rohadjál meg. Jó, nem baj. Lerakom ide lentre, ahol az elején jó volt. Aztán csak reménykedek, hogy fent össze tudom kapcsolni. Mert kiemelkedik ez a szutyadék, úgyhogy... Még talán azt megnézem, hogy ide lehet-e. Mert ez kicsit magasabb, meg kívülálló pont. Kerek 300 méter, használjuk már ki. Oké, már. Okay. Erre kíváncsi leszek. Felmászok a hegyre, aztán megkeresem ennek a csatlakozási pontját. Kötélpálya teljesítve. Megnézem mondjuk, hogy ott össze tudom-e kötni valahol. Nem. Biztos, hogy nem. Basz meg. Nem egyszerű ez. Igazából pont a hegyes völgyes vidék miatt kell több ilyen csatlakozás, na mindegy, majd visszafele hozok. Ez jó lesz csak itt, mivel már kimentem a hálózatból, nem tudok letenni többet. Hát igen. Jó, majd gyalogolok idáig, azt innen meg kötéllel megyek. Az végül is belefér. Majd oda a csúcsra fogok rakni szerintem. Na, lemegyek, azt összeszedem ezt a ásatási anyagot. Egyensúly igazából a járókeret egyensúlyba tart, úgyhogy... PV-k lesznek lent, tuti. Ilyenkor, amikor meglassul kicsit az idő... Elkezd esni a hó. Oda kell lemenjek, jó. Egyébként rakhattak volna még hószánt bele, azt még azért megnéztem volna. Romos épületek, biztos, hogy lesz PV. Jó, meglátjuk, mire megyünk. Csak a kérdés az, hogy kell-e ide oxigénmaszk, mert ott füstöl minden. Lesz taknyolás, vagy nem? Jó. Levergődtünk. Igen, ez volt a jelzés. Gondoltam. Megint kúsznom kell itt össze-vissza. Na, hogy kéne csinálni?
Öt tároló van elvileg itt szétszórva. A kurva életbe. Ja, azaz, mint a menyét.